corners. Can you feel the love tonight? Nem pont erre gondoltam, de ez is jó. Tudom, hogy na te, igen. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a Fülelő. És végre eljutottunk idáig. Végre beszélhetsz. Beszéltek a Dance Gavin Dance-ről, ez annyira jó. Szerintem hagylak húzkodni a húzkodni valódat, nyugodtan fejest ki a gondolataidat, aztán... Mint Magyarország egyetlen helytartója, aki ezt a zenét hallgatja a Tianzen mellett. Na, szóval... Itt a 9. lemez, az Afterburner. És hát azért ez 10/10, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, szavaztok. Na jó, nem. Tehát... Igazság szerint a Dance Gavin Dance-nek van egy olyan stílusa, amit vagy szeretsz, vagy nem szeretsz. Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy hát, leszarom, tök mindegy. Tehát, hogy vagy az volt, hogy az a buzi az mit rikácsol olyan kurva magasan, és amúgy is pik ezek a gitárok, ez nem metal, bazd meg, vagy pedig az imádás van. És én maximálisan 100%-ig, bocsánat, 110%-ot belőttünk, tehát 110%-ig az imádás mellett vagyok, ugyanis szerintem Wills van egy akkora zseni a gitáron, amekkora nem sok születik így, azért így, érted, egy ilyen generációban. Uh-huh. Tehát, hogy elég megnézni ezt a lemezt is, de ha visszamentek a másik 8-ra, akkor se fogtok más találni, csak tömör zsenialitást. Tényleg olyan riffeket csinál az ember, meg tappingeléseket, meg mindent, gyakorlatilag mindent tud szerintem a gitáron, amit így nem tudsz elképzelni, hogy az Isten faszába lehet eljátszani. És ha megnézed a felvételeket, itt nem az van, hogy van a két oldal, amivel föl van játszva mindig ugyanaz, meg középen mondjuk egy dallam, hanem a két oldal mindig teljesen mást visz. Igen. Azért az nem szar, nem? Tehát, hogy minden dalhoz gyakorlatilag két gitárrész van megírva. Úgy, hogy amúgy ő csinálja mindet. Tehát, igen, hogy persze felvételnél csak Wills van. Mármint úgy mondom, hogy a gitárrészeket, nyilván a basszust, meg a dobot, meg az éneket nem, csak azt mondom, hogy ő leül, és egy számra ír két teljesen különböző gitárt, és azt összemossa, és az lesz egy dal. Hát mennyire zseni a fószer? Az igen. Való, igaz, ez figyelem, nem értem. Imádom az el, és amúgy meg egy nagy maci, érted? Az. Azt hittem, hogy ekkora ez zseni nincsen még. Úgy is. Ja, hogy de úgy van az Anup Sastri. Na mindegy. Okay. És... Ja, nyögnek a dobok. Nem megszól a dob, hanem nyög alattam az. Így van. Akas. És ha egyébként itt vagyunk már a doboknál, akkor Matt Mingus is egy zseni. Meg az előző lemezeken sokkal... hangsúlyosabb volt egyébként a gitár, és nem lehetett még annyira hallani a basszust, az utóbbi kettőn már talán jobban, viszont itt meg nagyon előre van keverve, és néha van egy jó kis röcögős dizó is a basszeron, tudod, hogy így azért ő vigye a mi az ritmust középen, ha már nincsen ritmus gitár sokszor, és azt is ki kell emelnem, mert ott is, nem is tudom melyik dal kezdődik olyan basszerjátékkal, hogy így. És nem tudok még egy ilyen zenekart mondani, akik ennyire jól használnák a tiszta gitárokat a metalban. Nekem erről a Use Me ugrat be a tiszta gitáros, hogy építsünk egy léghajót, na az a dal. Bármennyire is szeretem a Szalkai elvtársat. De mondom, az ugrat be, meg hát tudod, hogy én csak műkedvelő vagyok a DGD-t illetően. Tehát én épp ez azt, tehát én... Azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnám ezt a lemezt leírni olyannak, aki még hozzám hasonlóan nem nagyon hallgatta őket, és
arra jutottam, hogy a Primushoz, vagy a Mars Voltához hasonlatos ilyen eklektikusság, vagy elborultság, nem is tudom, hogy mondjam, találkozik egy ilyen Coheed & Cambriás énekhanggal. Igen. És igazából nekem ennyi, nekem nem akkora fogalom a DGD, mint neked, Shoudigan Zibitte. Nem, semmi baj. De az értékeiket elismerem, nagyon jó ötletek vannak a lemezen, de engem ettől a magas pitchklábos énektől hosszú távon nagyon durván kiver a víz. Pedig egyébként szerintem talán ez az első olyan lemez, amikor egy picit kiabál is a Tillian valahol ott a második, harmadik dal környékén. Remélem nem rekedben nagyon. Hát alapból rekedt amúgy. Mint az Oszátiás csak. Igen. Rekedt a Tillian? Persze. Hát olyan rekedt beszéd hangja van, mint az állat. És amikor meg elkezd énekelni, akkor meg... Igen. Nagyon durva a csávó. Na, és... Mi ez a mutálás érték? Nem tudom. Igen. Igen, és azért azt hozzá kell tenni, hogy egyértelműen az énekhang, a gitár mellett az énekhang miatt imádom még ennyire ezt a bandát, mert nem nagyon tudnék még egy ilyen énekest mondani, akinek ennyire kellemesen, R&B-sen, nem tudom milyen hangja van, és olyan range van a hangjában, hogy így... még följebb és annál is följebb, és tényleg ki is használja, és amikor ilyen lelépegetéseket csinál, azok is annyira jók, hogy úristen, hogy lehet ilyet énekelni, és ja tényleg, és hogy tetszett a izé? A 2020 Despacito-ja. Az melyik volt? A Calentamiento Global. Ja, én az utóbbi hetekben rengeteget hallgattam a Sevenfold-tól a Malegényen Salerosát, hogy akkor a meglepetés nem ért. Nekem a két legjobban tetsző dal az a Prisoner, meg a Say Hi volt, de a Calentamiento-ban is megtaláltam azokat a momentumokat, amik a figyelmemet felkeltették. Én nekem a Strawberries Wake például, de ott azért, mert ott nem, van egy klip, ami egy repülőgépen játszódik, és ott amikor jön a refrén gyakorlatilag, ami a hörgős rész, akkor ott John benéz az ablakon kintről a repülőből, hey! Baszeg az, nem tudod úgy hallgatni! Ezt mutasd valami meg, Léci. Igen. Kóra nagy. Ahogy elmondt a sírok, bassz. Nagyon, egyébként ajánlom a klipjeiket, mert annyira agyamentek, hogy azon, de az a furcsa... A Little Big klipek is agyamentek, na hát. Ja, igen. De az a furcsa egyébként a DGD-ben, hogy baromi agyamentek maguk a tagok is, és eszméletlen agyament klipjeik vannak, meg amikor interjúznak sokszor, akkor is bohóckodnak. Igen. De mégis olyan mondani valójuk van sokszor, tehát ezen a lemezen is egy csomó komoly témával foglalkoznak. Nem is tudom, melyikben volt a... talán a második dalban volt az is, hogy állatok vagyunk, és én is egy kibaszott állat vagyok, és hogy ez a természetünkből fakad, meg mit. Na, a Prisoners az egyértelmű, a Calentamiento Global, ugye az a globális felmelegedés, nem olyan nagy megfejtés, és a Strawberries Wake is igazából arról szól, hogy Tillian el van veszve már megint, és akkor John meg benéz az ablakot, hogy hey! És... nem tudod röhögés nélkül hallgatni, pedig ahogy kurvára komoly. Na mindegy. És John Mess meg igazából a stabilitás maga. Tehát az a csávó, nem tudom, láttál-e róla élő felvételt, ha nem, majd azt is mutatok. Jó. Mindenféle arcrezdülés nélkül hörög. És üvölt. Komoly, beáll és... És arrébb megy. És jön Tillian, és akkor elkezd táncolni. Kurva jók, tehát
nekem ez az a zenekar, ahol nincsen gyenge láncszem, egyszerűen. Minden tag annyira tudja a saját feladatát, és ha megnézed, például egy csomószor csinálják azt, hogy van egy light dizós vagy dizós rész, amire a Tillian énekel, és utána bejön egy ilyen karibi hangulat, tiszta gitárokkal, felütésekkel, és elkezdenek rá hörögni. És tehát minden zenekar ennek a szöges ellentétét csinálja. Ezek meg azt mondják, hogy hát a fasz, mi megcseréljük. Tehát, ennyi. De milyen jó szól egyébként. Igen, és ezek miatt, az apró ötletek miatt, és ezek miatt a kifogyhatatlan ötlettár miatt, ami a Wills One-nak van, emiatt imádom ezt a zenekart nagyon. És most már próbálom itt a nyáltócsát itt összeseperni magammal. Fa perceinket látták, hallották. Igen. Köszönjük a nézést, a látást, nézettség. Igen. És még Ed Ruvels, még őt még megemlíteném, mert ő amúgy a turgitáros volt az előző turnén, meg az előző lemezen is vendégénekelt egy kicsit, meg itt is vendégénekel egy kicsit, és ő meg egy harmadik féle hangszint hoz ebbe az egészbe, ha már az Amarantot említetted, akkor itt egy harmadik féle hangszint, és ez is tök jól áll egyébként neki. Evaporate. Az volt az előző lemeznek a zárodal, és ott énekelt egy tök hatalmasat, amire aztán jött Tillian, és énekelt egy még hatalmasabbat, úgyhogy imádom ezt a zenekart, 10/10 szavaztok. Hát de akkor megvan az Amarantos felállás, hogyha a Velszet is ide veszed, van a két magas hangú. Igen, csak ő ugye itt hivatalosan nem tag, hanem ő csak túr, meg amúgy nem is énekes, hanem csak így egy-egy dalba így beugrik néha. Ja, értem. Tehát olyan szempontból azért nem... Na hát, srácok, mondjatok el bármit, amit erről szeretnétek. Engem nem tudtok meggyőzni, hogy szar, meg különben is miért mondanátok, hogy szar, mikor nem az, ugye nem az, köszönöm. És hát nagyjából ez lett a véleménye, az én véleményem az új Death Gavin Dance-ről. És hogyha 2 év múlva jön a következő, valószínűleg arról is ez lesz, de hát a proféta beszéljen belőlem. Mondjatok el bármit, bárhol, aztán dumcsizzunk. Ja, ja. Simogassatok, pulit írjatok, iratkozzatok, harangozzatok, aztán szemezt. Csáho, csáho! Simogattál már pulit? Tudod, milyen vicces szőre van? Tudom! Hát akkor meg... Jó. Jó. Csak nem arra gondoltam. Én sem.